Európában a középkor óta működnek borlovagrendek, amelyek a lovagi erények gyakorlásával a bor kultuszának és egy-egy borvidék hagyományának ápolását tűzték ki célul. A tokai borlovagrend a 80-as években alakult, majd sokáig a Tokaj Reneszánsz Egyesület szárnyai alatt működött. A szervezet idén új alapokra helyezte működését, és egyben egy új egyesület alakult, Tokai Borlovagrend néven. A szervezetnek a bemutatkozó rendezvénye zajlott Sárospatakon. A szakmaiság mindig az alap. Tehát azt, hogy valamit akarunk, újat akarunk, mást, olyat, ami a természeti adottságokra alapoz, ami a hagyományokra alapoz, ami az embereknek az akaratára és a táj és a föld szeretetére alapoz, és ezt próbáljuk átadni azoknak, akik nem feltétlenül ezzel élnek, csak mint végtermékével a borral. A borlovagrend alapító tagjai nagyrészt tokai bortermelők. Céljuk, hogy a teljes borvidéket egységesen képviseljék Magyarországon és a világban. A borlovagrend azt tudja nagyon jól megmutatni és szimbolizálni, hogy a tokai bor mögött egy komoly kultúra, történelem, az itt érő emberek múltja, a felhalmozott értékei jelennek meg, és ez azért fontos számunkra, mert erre viszont tudjuk építeni a jövőt. Tokaj hegyalja pincéi legalább akkora értéket képviselnek, mint az itt készített borok, hiszen a föld alatti járatok klímája, mikrobiológiája nagy mértékben hozzájárul a bor minőségéhez. A pincék geológiai adottságait, építészeti, műszaki megoldásait azonban kevesen ismerik. Müller István előadásával a szakmai közvélemény figyelmét szerette volna ráirányítani a föld alatti értékekre. Ezek az értékek egyrészt ugye sötétben vannak, a pincék be vannak zárva, nehezebb fölismerni, mint egy felszíni értéket, és ezért van az, hogy 100-150 éves felszíni épületek műemlékként szerepelnek, és 3-500 éves pincékről nem is tudjuk, hogy annyi idősek. A tokai asszuk készítéséről már számos könyv és tanulmány jelent meg. Zelenák István azonban arra vállalkozott, hogy tovább kutatja az asszuk készítés titkát, és a megszerzett tudást könyv formájában megosztja a nagy közönséggel. Fontos ez, hogy minden évtizedben legyen közülünk olyan történész, történelemtanár, helytörténész, aki folyamatosan foglalkozik Tokaj hegyaljával, Tokaj hegyalja történetével, az asszúval, az asszúkészítés történetével. Mert ez valóban felette nagy titok, nem csak a házasság, hanem a tokai asszú is. Szintén a tokai borkészítés több évszázados történetét mutatja be az a kiállítás, amely a borlovagrendi konferencia részeként a Sárospataki vár gótikus kőtárában nyílt meg.